Amatőr Páris Lavzónián a kolumnárét szeretném önöknek megmutatni. Itt most egy rendelésre vannak összekészítve, hogy így ide rakom magam mellé így ezt, akkor lehet látni ezt a földlabdás növényt. Hát természetesen a kertészetem az nem postán adja fel a növényeket, mert hát kérem szépen, hogyan is lehetne postán feladni egy ilyen növényt, amit még én így erős férfiként is éppen hogy csak felbírok emelni. Hát természetesen ezeket a kertészetemnek a teherautójával szállítjuk ki egészen az ön kertkapujáig. Nézzük hát ezeket a gyönyörű acélkék színben pompázó hamis cipusokat, hogy mit lehet róla tudni. Jellemzően szolitárnek, vagy ilyen csoportokba lehet őket ültetni, vagy pedig adott esetben egy ilyen laza sövényt is ki lehet belőle alakítani. Kezdetben ilyen szoliterek, egymást követő szoliterekként lehet őket alkalmazni, később azonban össze is tudnak nőni, és adott esetben jól tűri a nyírás meccés, tehát adott esetben egybe is lehet őket nyíri. Itt most a lombkoronája természetesen össze van kötve, hiszen ezek, mint mondtam, szállításra, egy kiszállításra vannak már itt összekészítve, tehát ezek már megrendelt és eladott növények a kertészetemben, és ilyen földlabdában vannak gyakorlatilag, így vannak kitermelve. Na most ezeket jellemzően ősszel, illetve tavasszal tudom kitermelni a termesztő telepemen, és ezekben az időszakokban, tehát egészen február végétől, mondjuk május közepéig végéig tudom őket kitermelni, vagy pedig szeptember elejétől gyakorlatilag november végéig, december elejéig. Igazából olyan 5-10 méter magasan nő meg ez a Kamacipáris Lavzónián a kolumnára, de mint mondtam, akár sövénynek, akár szolitárnek, ilyen csoportokba is lehet szépen ültetni. Egy kicsit párásabb klímát kedvel, tehát annak, aki az országnak a legnagyobb részén, ugye picit az szárasság van ugye nyaranta, ott érdemes mondjuk a reggeli órákban egy picit felüdíteni, kicsit meglocsolni kívülről is, meg így belülről is, természetesen semmiképpen ne napközben, vagy pedig este tegyük ezt meg, és természetesen bőséges öntözést, illetve a tápanyag utánpótlást azt meghálálja, és gyönyörű szép acélkék színével kitűnik, és egy nagyon fantasztikus hátteret tud alkotni a kertünkben. Úgyhogy még egyszer, tekintsék meg egészen közelről, hogy ezek a növényeim egészen jöjjenek ide közel bátran, és nézzék meg, hogy mennyire gyönyörű, nincsen benne sehol se barnulás, hanem egészen-egészen szép acélkék lombozatával, csak arra vár, hogy adott esetben önök is megrendeljék, és elültessék ezt a fantasztikus Kamacipáris Lavzóniát, és ha most még egyszer megemelem, akkor kérem szépen meg lehet nézni, hogy ekkora földlabdával termelem ki, amely biztosítja azt, hogy önöknél is egészen biztosan a tavaszi vagy az őszi ültetési szezonban ezek a növények megmaradjanak.